Családi nyílt napot tartott a Dunaújvárosi Egyetem. A Rudai Szakközépiskola 99 diákjának tűzték fel a végzős szalagot. Évnyitó ünnepség a Dunafair Sport Egyesületnél. Köszöntöm nézőinket! Önök a D+ TV híradóját látják. Családi nyílt nap. A Dunaújvárosi Egyetem családi nyílt napot tartott az intézmény A épületében, ahol az érdeklődők többek között megismerhették az egyetem kínálta képzési lehetőségeket és a ponthatárokat is. Középiskolás diákok érdeklődnek a Dunaújvárosi Egyetem képzései iránt az intézmény családi nyílt napján. A diákok többsége szüleivel érkezett a tájékoztató jellegű eseményre. Én inkább gépészmérnök szak iránt érdeklődöm. Azon is belül inkább járműtervezés, karbantartás, például épületgépész, az is nagyon tetszett nekem. Különböző fűtésrendszerek karbantartása, járműkarbantartás, járműtervezés. Még csak nagyon tájékozódom, a srácot érdekelne minket, hogy milyen az egyetem, az edukáción voltunk, és ott hallottuk róla, hogy ilyen, van ez a hasít program, meg mégis azért jöttünk ide legjobban, hogyha rálássanak a srácra, hogy mi lesz vele. Elengedjük, ugye Nógrád megyéből, Salgótarjánból jöttünk, úgyhogy ezért megnézzük, hogy mi lesz itten. Kíváncsiak vagyunk nagyon. Isten igazából én azt gondolom, hogy ha amit ő szeretne, tehát én azt támogatnám, amit ő szeretne. Ha ő ide szeretne járni, akkor járjon ide. Tehát ez, mi Budapestről jöttünk, és gazdasági informatikát szeretne tanulni, nincs mindenhol, és nem mindenhol indul viszont ez a szak. És ahhoz, hogy közel legyen Pesthez is, meg hát ahhoz bizony az kevés az az egyetem, aki ilyet indítana. És hogyha ő ezt szeretné, akkor én ebben csak támogatni tudom. Ha valaki diplomával rendelkezik, akkor nagy valószínűséggel lesz munkája, és nem is akármilyen munkája lesz a jövőben, ugyanis és talán ez egy még... A családi nyílt napot Rajcsányi Molnár Mónika az intézmény rektor helyettese nyitotta meg, aki elmondta, a város felsőoktatási intézménye több szempontból különleges és vonzó lehet a hallgatók számára, ilyen például a méltán népszerű hasít programjuk. Most már hosszú évek óta működik nálunk egy úgynevezett hallgatói sikerességet támogató program, ami mind magyarországi szinten, mind Európai Uniós szinten a legjobb gyakorlatok közé került beválasztásra, és több más egyetem is át fogja ezt tőlünk most már Magyarországon is venni. És ennek a rendszernek az a lényeg, hogy mi minden egyes hallgatóra odafigyelünk, akár a szakmentori rendszerünk által, szakmentorok által, akár azáltal, hogy minden egyes hallgatóra az oktatók akár név szerint is tudnak odafigyelni és foglalkozni velük. Ez szerintem egy nagyon fontos kritérium, illetve az is, hogy most már olyannyira nemzetközi felsőoktatási intézmény is lettünk, hallgatóinknak közel 10%-a külföldi hallgató, hogy ezáltal lehetőséget tudunk egyre jobban biztosítani arra a hallgatóknak, hogy ezekkel a külföldi hallgatókkal közösen, térítésmentesen, angol nyelven hallgassanak kurzusokat. A felvételi előtt álló diákok és szüleik az egyetemen lévő képzések mellett az idei év felsőoktatási ponthatárait is megismerhették. Az idén az államilag támogatott képzésekre 280, az önköltségesekre pedig 240 a minimum ponthatár. Az intézmény következő és egyben utolsó nyílt napja február 6-án hétfőn 9 órakor lesz az A épületben. A Rudai Szakközépiskola 99 diákjának tűzték fel a szalagot a Dunaújvárosi sportcsarnokban. Az ünnepi esten a 4 végzős osztály táncprodukciókkal készült. A 12. C-osztály keringőjével kezdődött a Rudas Szakközépiskola szalagavató ünnepsége a Dunaújvárosi sportcsarnokban. A rudasos diákok már hónapok óta lázasan készültek életük egyik meghatározó mérföldkövére. Nagyon örülök, hogy a Rudasba járhattam, és hogy ennyi minden programon és máson vettem részt. És ez a 4 év, ez nekem barátságok lezárása, évek befejezése. És a tanulmányaimnak a befejezése. A tanulmányaim lezárását jelenti
kicsit a felnőtté váláshoz is köze van szerintem. És hát ugye lassan közeledik az érettség is, és hát ez egy ilyen jelzésértékű dolog számomra. Szerintem a tényától július végére várjuk. Ez a harc lesz a végső, kezünkben még a végső, faragni soha sem végső. Bajnokok lesznek mind, te és az intézmény igazgatója, Szemenyei István ünnepi beszédében elmondta, a szalag két dolgot kell, hogy jelentsen minden diákjuk számára. Ez a két dolog pedig nem más, mint minden közösség építőköve és akarcsa, a felelősség és a tisztelet. Felelősen vállalni magunkat, tetteinket és azok következményeit. Kiállni az igazságért, a közjaváért, nem elfordulni, nem félrevezetni. Ha kell, neki menni a falnak is. Számot adni és számunk. Mindeközben felismerni a másik emberben a jót, a különleges, ami a világot, és ezáltal engem is gazdagít. A szakközépiskola igazgató helyettese úgy véli, a szalagavató mindig a felnőtté válás első küszöbének számít. Megkomolyodott, hogy lezárult a diák éve, hogy el kell gondolkodni azon, hogy az elkövetkezendő években hogyan próbálja az egzisztenciáját egyengetni. A szeretetről, a családról, a köszönetről szól ez a mai nap. Az est folyamán 4 végzős osztály készült egy-egy tánc bemutatóval, majd ezt követően feltűzték iskolájuk szalagját, amely egyben figyelmeztetés is számukra, hiszen kevesebb mint 3 hónap múlva megkezdődik az érettségi vizsgaidőszak, amikor is több éves tudásukról kell majd számot adniuk. Évnyitó ünnepség a Duna Feresénél. A 65 éves sportegyesület vacsorával és diátadóval egybekötött eseményén a szakosztályok vezetői, tagjai és sportolói vettek részt. Megtartotta a 2016-os évet lezáró és a 2017-es esztendőt megnyitó ünnepségét a tavaly 65. születésnapját ünneplő Dunafer Sportegyesület a lemezalakító Dunaparti Szabadidőközpontjában. A vacsorával egybekötött ünnepi esten az egyesület szakosztályainak vezetői, tagjai és sportolói vettek részt. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és én képviseletem a sportért felelős államtitkárságot. Az eseményen tiszteletét tette Sárfalvi Péter, sportért felelős helyettes államtitkár is, aki beszédében elmondta, bízik abban, hogy Dunaújváros hamarosan sportfőváros lesz. Több mint 1000 fiatal, aki most az 5 szakosztályban sportol, kiváló körülmények között, úgyhogy szerintem nem leszek hosszú, hogy be is fejezem, szerintem ők a jövő letéteményesei, és remélem, hogy jövőre vagy 5 év múlva már úgy jöhetünk ide, hogy ismét Dunaújváros lesz a magyar sport fővárosa. Hajrá Dunafer, és még egyszer boldog születésnapot, én a nyugdíjaskorú egyesület. Kovács Judit, a Dunaferese elnökségi tagja, sikeresnek ítéli az egyesület mögött lévő időszakot. Ugyanakkor bízik abban, hogy a Modern Városok program részeként rengeteg új sportlétesítmény meg fog majd újulni. A sportsikerek terén természetesen, hogy tartsuk meg legalább ezt a 2 olimpikon helyet. Ugye ez még azért hosszú idő, de jó volna, ha még jönnének hozzá fiatalok, és vannak is egyébként a porondon nagyon tehetséges sportolóink. Infrastruktúra terén meg hát azért nagyon várjuk azt, hogy majd a Modern Városok keretében itt majd nagyon sok sportlétesítmény majd megújul és szép köntöst fog kapni, és megújulnak a lehetőségeik a gyerekeknek, hogy minél jobb körülmények között sportolhassanak. Egy sportegyesület a sport által nevel, nap mint nap, az életre nevel, pozitív értékeket sugároz, olyan felnőtteket próbál. Mátyás Gábor, az egyesület jelenlegi elnöke kiemelte, a Dunaferese meghatározó nem csak a városban, hanem az egész országban. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy és sikeres egyesületnek az életében kell is, hogy legyen hullámvölgy, kellenek, hogy legyenek nagyon nagy sikerek, hiszen ez úgy összességében kiegyenlíti a teljesítményt. Összességében azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres és egy nagyon meghatározó sportegyesülete az országnak és a városnak természetesen. Ifjúsági országos bajnok 50 és 100 méteres mellúszásban,
Az est további részében átadták a már hagyománynak számító díjakat, amelyekkel a tavalyi évben kiemelkedően szereplő utánpótlás versenyzőket ismerték el, így például Szüllősi Martint is. Ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, ezzel visszaigazolódott a kemény munka, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, amit kaptam. Az ünnepség közös vacsorával, emlékek felidézésével és a 2017-es esztendő esélylatolgatásával zárult. További sok sikert kívánunk és kitartást! Könyvbemutató. Birkás István életművéről könyvet írtak. Az idén 70 éves dunaújvárosi festőművészről szóló alkotást február 1-én 5 órakor mutatják be. A rendezvényen a könyv szerzőjével, Kertész Lászlóval beszélget Deák Nóra és Zsinka Gabriella. Az eseménynek a Kortárs Művészeti Intézet ad otthont. Tekintsék meg híreinket még egyszer, röviden. Családi nyíltnapot tartott a Dunaújvárosi Egyetem. A Rudas Szakközépiskola 99 diákjának tűzték fel a végzős szalagot. Évnyitó ünnepség a Duna Fair Sport Egyesületnél. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, következik az időjárás Morva Dáviddal. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap változóan felhős időre készülhetünk, ködös, borongós és naposabb tájak egyaránt előfordulhatnak. Délen lesz jelentősebb a légmozgás, a felhősebb tájakon nappal is marad a fagypont alatti hőmérséklet, éjszaka pedig akár mínusz 10 fokig is süllyedhet. A jelenlegi számítások szerint a jövő hét első napjaiban nedvesebb levegő éri el térségünket, nagy mennyiségű csapadék is kialakulhat, emellett a szél is feltámadhat. Többnyire felhős, de valamivel enyhébb időre van kilátás. Viszontlátásra!